A környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet a zöld gomb elnevezésű vetélkedő, amelyet tavaly decemberben forgattak Budapesten. A bonyhádi csapatot Gruber László, földrajz történelem szakos tanár készítette fel. Két elődöntő volt, 6-6 csapattal, mi az elsőt végignéztük, hogy majd hogyan taktikáznánk, és ahogy a fiatalok is elmondták, hogy ennek a versenynek az volt az érdekessége talán, hogy nem is annyira a konkrét tudás számított, hanem inkább ez a szintézis. Tehát én bevallom, most én vagyok papíron a felkészítő tanár, de én úgy gondolom, hogy itt a biológia szakos, kémia szakos tanárnak, de bocsánat, bármelyik tanárnak szerepe lehetett, aki bármilyen szinten foglalkozott, egy osztályfőnöki órán, akár a környezettudatos életmóddal és hasonlókkal. A diákoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk, amelyekkel pontokat gyűjtöttek. Volt különböző vendég választ lehetőségünk is, akár, hogy ha nem tudtuk véletlenül a választ, akkor ők segítségéket kérhettük. Ezen belül egy ilyen totószerű játék volt, tehát 4 választ lehetőség közül választhattunk. A nehéz kérdések ellenére a csapat kiválóan helytállt a játék során. A műsor alapvetően egy természetismeret, illetve egy ilyen ökológiai, környezettudatos verseny, tehát ebből a témakörből kerültek ki a kérdések, de érintettük például a kémia vagy a fizika témakörét is, viszont elsősorban a környezettudatosságra arra voltak kíváncsiak, hogy mennyit tudunk a zöld dolgokról. Pontok duplázásához, illetve triplázásához elengedhetetlen volt a stratégiai gondolkodásmód. Taktikán gondolkodtunk, hogy hogy is csináljuk, mit is csináljunk a dolgokat, és az elején rákaptunk az ízére szerintem, és a döntőben meg igazán már belejöttünk szerintem. A bonyhádi csapat már a döntőben az első helyre került, az utolsó fordulóban pedig megtartották előnyüket. A taktikai része mindenképpen, tehát hogy az embernek sokszor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés. Illetve hát nyilván a zöld dolgokkal azért nagyon sok érdekes kérdés volt, ugye nyilván azon túl, hogy ez egy verseny, azért nagyon sokat tudtunk bele tanulni, úgy gondolom. Az activity feladatok megoldásához a csapatmunka fontos szerepet játszott. 6 csapat versenyzett egymással, az elején fölvettéve 3 quiz jellegű kérdés, 4 választhatóság volt, aztán következett 2 activity típusú feladvány, végül pedig 5 darab quiz kérdés ismét. Ezeknél már lehetett triplázni, illetve duplázni, de ez nyilván kockázattal járt, hiszen normál esetben 10, illetve 0 pont járt a helyes, illetve rossz megoldásokért, de hogyha az ember kockázhatott, akkor akár -20, -30, vagy +20, +30-at is kaphatott, szóval mindig végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés. A diákok fölényüket megtartva 250 pontot gyűjtöttek, megszerezve ezzel az első helyet. A főnyeremény egy 3 napos wellness hétvége, amit majd a nyári szünetben fognak eltölteni Bükkfürdőn.